két és fél éve indult el ez a borzalmas háború, akkor tört ki két keresztény ortodox nép között. Látjuk ennek a súlyos következményét, azt is látjuk, hogy kik érdekeltek ebben, kik nyernek hatalmas nagyot, de azt is látjuk, hogy milyen pusztítás van. És Magyarország kormánya kezdetektől, tehát 2022. februárjától azt vallja, és mindig ezt is így cselekedtünk, minden humanitárius segítséget megadunk Ukrajnának, ukrán embereknek, a menekülteknek és mindenkinek, aki ebben a háborúban sérül, vagy pedig bajba jut. És ennek eredménye az, hogy több mint 1 millió ember az, akik Magyarországra már menekültként érkeztek, akár egy napra, akár hetekig, akár pedig évekig is itt vannak közöttünk. De ugyanúgy részes ennek a segítségnyújtásnak az, hogy a katolikus Caritas és a többi más 5 nagy karitatív szervezeten keresztül különböző táborokat, üdültetéseket szervezünk. Ehhez hozzájárul a magyar kormány, hozzájárul a magyar rendőrség, hozzájárulnak egyébként más civil szervezetek, vagy önkormányzatok, egyházak is, és ennek köszönhetően ebben a 2,5 évben most már több mint 10 000 gyermeknek, kicsi gyermeknek, vagy pedig a szüleiknek, nagyszüleiknek tudtunk Magyarországon táboroztatást, üdültetést szervezni, de a segítségnyújtásnak része az a sok-sok támogatás, amely nem csak Kárpátaljára érkezik Ukrajnán belül, hanem Ukrajna más területeire is, így a magyar kormány keresztül, illetve a karitatív szervezeteken keresztül több ezer tonna, több mint 5 000 tonna élelmiszer, segélycsomag, gyógyszer, vagy más olyan nagyon fontos egészségi felszerelés érkezett az elmúlt években Ukrajnának, amely segíti az ott élőket. Ezek hatalmas nagy összegben, több mint 10 milliárd forint összegben adtuk a támogatást, és következetesek vagyunk ebben, és mindent megteszünk, hogy segítséget nyújtsunk mindazoknak, akik mindezt meg kell, hogy kapják. Egyik oldalról nagyon szomorú számunkra az, hogy az a ősi föld, Kárpátalja, ahol még az elmúlt években is körülbelül 200 000 magyar ember élt, az sajnos most a háború következtében teljesen megváltozik. Egyrészt belső Ukrajnából érkeznek érthetően békés vidékre menekültek, másik oldalról pedig érthető az is, hogy sokan onnan is elmenekülnek, így magyarok is. De köszönöm és köszönjük magyar kormány nevében mindazoknak, a gyermekeknek, asszonyoknak, idős embereknek a kitartását, akik az ősi földön ott vannak, akik őrzik a házat, őrzik a nyelvet, őrzik a hitet, legyen az római, görög vagy görög katolikus, vagy református, vagy más felekezethez tartozó, és őrzik azt a nyelvet és összefogást, amelyre oly nagy szükség van azon a területen. Bízunk benne, hogy háború véget ér, akkor oda is a békesség vissza fog térni.